Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy a logóból is látni, a Magyar Arch Linuxnak az egyik verzióját az E3 VM, illetve pontosítok, az E3 GAPS-el készült, nagyon frankó kis verzióját szeretném bemutatni. Gyakorlatilag a Magyar Archról már volt szó telepítéséről, és egy-két verziójáról már beszéltem, illetve a blogomba elég sok mindent írogattam, akár az E3, akár egyéb, csempézős ablakkezelő használatával kapcsolatban. Ami lényeg, natív telepítést csináltam, azaz feltettem a gépemre, egyetlen egy megjegyzés a telepítéssel kapcsolatban. Aki megnézi a videókat, és életében legalább egy-kettő disztribúciót már telepített, annak problémája nem lehet. A telepítés nagyon egyszerű, oda kell figyelni, hogy melyik partícióra mit rakunk, vagy melyik lemezre rakjuk fel egészbe a rendszert, azaz nem partícionálunk kézzel, hanem automatikus beállításra hagyjuk. Úgy bizony hamar és gyorsan felkerül. Azt is kell tudni, hogy a mindjárt látható értékek azok pontosan azt tükrözik, hogy az alaprendszert felraktam, tehát a Magyar Arch E3-as verzióját, plusz a rögzítő programot, az SSR-t, semmi más nincs rajta. Jelen pillanatban az alaprendszer fut, illetve a rögzítő program. Ennyi, semmi több. Ezzel kapcsolatos értékeket fogjuk most megvizsgálni. Nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy az E3-as az csempézős ablakkezelő. Megnyitok egy-két ablakot, hogy lássátok, hogy mi az, hogy csempéző. Egy, kettő, három ablak szépen egymás mellett megnyílik. Gyakorlatilag erre nem is akarok én szót vesztegetni, hiszen már elméletileg volt róla szó, illetve majd megmutatok egy videó linket is, ahol bizony a készítő bemutatja az E3-as verziót, tehát ezt az eszközt. Erről nem is igazán szeretnék külön beszélni. Lényeg számunkra, hogy ha valakinek éppen idegen a T-Link, azaz a csempészős ablakkezelő, annak érdemes körbenézni. Én is készítettem, a magyar árcsos srácok is készítettek sok-sok videót ezzel kapcsolatban, így érdemes azokat végignézni. Ez az egyik kedvenc dolgom. Láttátok, vannak ablakok csempéze, és ilyen kis fülecskés ablakokat is lehet csinálni vele. Én ezért szerettem meg az E3-ast, mert ennél kényelmesebb dolog nincs a világon, legalábbis véleményem szerint, hogy megnyitsz egy programot, megnyílik egy ablak, megnyílsz másik programot, megnyílik mellette az ablak. Szépen kirakosgatja úgy az ablakot, ahogy számodra kell, és a többihez képes még ezt a pluszt is nyújtja, hogy ezt a fülecskés megoldást, tehát egymásra rakva, egymásra halmozva, még egy halmozási módja is van, de nem is ez a téma, és csak kattogtasz, és az egész képen, az egész monitoron látod az adott programot, és a váltás csak ennyi. Nagyon professzionális. Na, a lényeg. Mi az, ami lényeg számunkra? Az OS, Magyar Arch Linux, egyértelmű a kernel, uptime, 5 perce megy, igazából nem érdekes. 661 csomagunk van, a pacmannal raktam fel a megfelelő plusz csomagot, azaz az SSR-t, volt róla szó, rögzítő program érdektelen, Shell-nek a bast választottam, nyilvánvalóan úgy emlékszem, még a ZSH-t is lehet választani, ki mit szeret választani, én kézzel fogom erre a rendszerre felrakni a ZSH-t. Ami lényeg, E3-as, a monitorok be vannak állítva, figyelj arra, hogy a monitor, ha egy van, akkor könnyen felismeri a rendszer, ha már több van, akkor az Arant, vagy akármilyen programmal azért érdemes beállítani, hogy jól működjön. Erről már volt cikk, nem is érdekes. A téma, Magyar Arch Dark téma, GTK 2-es, 3-as téma, nézzük is meg a témát, ami számunkra fontos, hogyan néz ki a képernyőnk, a monitorunk, a színek harmonizálóak. Azaz nem úgy készítették el a rendszert, hogy ronda, csúnya, videótép, rikácsolós, csúnya színek vannak, hanem szolid színeket használnak, a színek harmonizálnak a panelon, a grafikus felületen, értem úgy, hogy a kereten is szép zöld, és hogyha elindítunk egy PCFM nevű
programot, ami hát bizony egy egyszerűbb fájkezelő, ott is látni, hogy a ottani dolgok, a nyilak, az ikonok szépek beleillenek ebbe a rendszerbe. Azaz egy komplex rendszert kapsz szín és téma összeállítással, és az ikonok is, hozzáteszem, az ikonok is szépek. Tehát gyakorlatilag elmondható, hogy esztétikában nem lehet itt kifogást terjeszteni elő, hiszen jól néz ki. Oké, nézzük is tovább. Az ikonok, ilyen ikonok, ez a neve, kész, föl van rakva, föltelepíti. Ők az Alacrity nevű terminál emulátort, amit itt láttok, azt szokták használni, gyakorlatilag természetesen ízlések és pofonok eltérnek, ők ezt választották, egyébként szuper, kényelmesen használható terminál emulátor, amivel bárki bármit meg tud csinálni, a technikai adatok nem érdekesek, ami inkább érdekes, hogy a három darab megnyitott ablak két terminál, illetve a fájkezelő plusz a másik monitoromon ott lévő egy darab terminál, és a rögzítő programmal együtt olyan 688 megabájtot használ el, tehát 880 környékén van a mostani használata. Én azt mondom, hogyha semmi más nem fut, csak egy terminálba elindítod, a 450-500 közötti használatot jelez, ami reális is. Vegyétek figyelembe, hogy Linuxról beszélünk, itt nem csak a futó programok vannak feltöltve a memóriába, hanem egy lemezgyorsító rész, meg egy kis egyébre lefoglalt memóriát is tartalmaz ez a 450-500-as érték. Tehát egy elfogadható energiafogyasztással dolgozik. 9,4 gigabájtos telepítésen van. 9,4. Első körben mindenki megijedt, hogy hát szent Isten, hát alig van rajta valami, egy egyszerű, könnyű ablakkezelő, és 9, majdnem 10 gigát használ. Igen, ebből 4 gigabájt swap, azaz gyakorlatilag 5,5-6 gigán simán el tudsz ezzel dolgozgatni, 661 csomag van fent, tehát nem is viszik túlzásba a telepítést. Ismétlem, én a minimált raktam fel, a Magyar Rács i3-as, meg a rögzítő program, amit felhozott. Ennyi, tehát egy könnyű, esztétikus rendszert fogsz kapni. Ami lényeg számunkra, ez a 2020, tehát 2029-es verzió, lehet, hogy a későbbiekbe, vagy előbbiekbe, pici kis változások, billentyű kombináció változások, egyebek, kinézetbeli változások is lesznek, de hát ez nyilván a jövő zenéje, illetve természetes, mindig a legújabbat érdemes feltenni. A maga a telepítésről már beszéltem, villámgyorsan felment, egyetlen egy picike kis dolgot szeretnék említeni, természetes más telepítésnél is így van, elindul a csík 10%-nál, amikor a bázis csomagokat rakja föl, a bázis rendszert rakja föl, akkor egy kicsit megáll, és nem megy tovább a csík, nem kell megijedni, nem fogyott le a rendszer, 1-2-3-4 perc alatt, én megittem a teámat és visszajöttem a géphez, azután elindul és rakosgatja fel a dolgokat. Villámgyorsan felment, ahogy említettem, a telepítés nagyon egyszerű, a telepítő rendszer nagyon jól átlátható, semmi fölösleges kérdés nem tesz fel. Ha még nem telepítettél volna Linuxot, vagy ezt a Linuxot, akkor azokat a videókat érdemes megnézni, amit a videóhoz tartozó cikkbe, a blogomba belinkelek, nehogy valamit eltoljál, vagy mellé nyomkodjál, vagy felkészületlenül állj neki a telepítésnek. Az első benyomást már említettem, egy jól kinéző, összehangolt színharmonizáló rendszert fogsz kapni, akinek ez a színösszeállítás tetszik, annak természetesen nem lesz ezzel különösebb gondja. Amit tudni kell, nem így indul a rendszer, tehát nem üresen fog elindulni a rendszer, hanem ez a Windows F1-es gombbal előhívható kis sugó fog megjelenni, ami számunkra azért fontos, mert azonnal a rendszer induláskor oda teszik eléd a sugót. Ez a sugó egy nagyon szűk körű sugó, de az alapokat tárgyalja. Vedd figyelembe, hogy itt a telepített rendszerek jelen pillanatban az i3, vagy egyéb ilyen csempézős rendszerek sok embernek idegenek. Azaz, hogyha nem vagy járatos ezekbe, ezt a pár oldalt, öt oldal, az bizony olvasd el.
leéri az alapvető gondolatokat, az alapvető műveleteket, amikre én nem fogok kitérni, hiszen az, hogy hogyan mozgatsz egy ablakot, vagy kicsinyíted, vagy nagyítod, az igazából technikai dolog, és hogy melyik billentyű kombinációhoz van rendelve, azt el tudod olvasni, meg megmutatom, hol kell kipróbálni, azaz ezt gyorsan elolvasod, jegyzeteld ki, értsd meg, és próbáld ki. Mert nem csak olvasgatunk, hanem ki is próbáljuk, hogy bizony itt van 1, 2, 3, 4 plusz 1, de azról nem tárgyalnak, ablaktípus. A ötödik ablaktípus, ami ragacsosnak nevezik, és bizony az mozdíthatatlan és nagyon hasznos, nem akarok beszélni, mert nem is a rendszer ilyen tény bemutatása célom, azaz olvasd el, próbáld ki az összes leírt dolgot, próbáld ki, jegyzeteld. Utána meg is változtathatod a dolgokat, ha éppen úgy gondolod, hogy valami számodra nem kényelmes a billentyű kombinációban. Oké, megbeszéltük, könnyű, kapsz egy sugot. Nézzünk is a motorház tető alá. Nyilvánvalóan kezdőknek nagyon izgalmas az, hogy az ablakok különböző beállítási lehetőségek között mozgathatóak, csinálhatunk ilyen-olyan trükköket velük, de hát ez egy másik beszélgetés tárgya lenne. Amit nagyon fontos tudni, ez egy alap i3 GEP nevű kis ablakkezelő, nem az i3 VM, amit általában szoktak emlegetni, hanem annak egy kis átirata, ami az ablakok közötti kis réseket is kezeli. Hát bizony jó választás, mert szerintem ez igazából a jobbik verziója. Amit látunk, mit látunk itt? Itt látunk egy panelt. A panel teljesen testre szabható, de vannak alapfunkciók, amiket már rögvest el is készítették. Alap i3-as panelt kapunk, és az ahhoz tartozó eszközöket tudjuk használni. A panel végtelenségig testre szabható, azaz itt blokkrendszerben tudod felrakosgatni a kis indikátorokat, eszközöket, akármit. Párat nézzünk is meg. Itt jelen pillanatban mit látunk? Itt az asztal nevét látjuk. 10 asztalt kezel alapból, a rendszer két monitor között kényelmesen 10-et meg tud osztani. Ha valaki még életében nem látott i3-ast, az mondhatja azt, hogy hát jó van, na, itt van egy, a többi 9 hol van? A másik monitoron nem. Ez egy okos és dinamikus eszköz, azaz azokat az asztalokat készíti el, amiket neked éppen üzembe kell tartani. Tehát nem lesz nyitva 10 asztal egyszerre, ha azon semmi program nincs. Abban a pillanatban, hogyha neked egy következő asztal kell, és te szeretnél egy asztalt létrehozni, és arra elhelyezni egy programot, abban a pillanatban meg fogja nyitni azt az asztalt, és utána minden további nélkül te tudod azt használni. Oké, tehát itt lehet az asztalt leolvasni, ikon, név és sorszáma is van. Nagyon kényelmes, hogyha van több asztal, váltogatni is tudsz köztük. A következő a panel sáv, ez indikátor sávnak hívom, itt bizony van egy időjárás kis eszközöd, amire ha rákattintasz, a többit becsukogatom, Windows és Q-val tudsz becsukogatni dolgokat, becsukogatom, természetesen rögtön kírja számodra az időjárást, illetve a hőfokokat itt is kírja, be is csuktam. Ennyi. A másik a szabad hely a partíciódon, ennyi van. A memóriafogyasztás 690, hát most ennyi, és dinamikusan kiírogatja. A hangerőszabályzó, amit itt tudsz állogatni, hogyha rá kattintasz, akkor a hangerőszabályzó rendszer, az alszarendszer megjelenik, megint becsukom a Windows Q billentyűvel, majd kapunk egy kis naptárszerűséget. Azért mondom, hogy naptárszerűség, mert sok embernek ez a naptár gondolat idegen lesz, gyakorlatilag kérje, hogy péntek van, augusztus 28, tehát sejthetitek, hogy a szeptemberi verzió előtt egy beta verziót raktam föl, hogy be tudjak mutatni, meg hogy 18:09-kor rögzítettem. Ez egy szép dolog. Ezen kívül még készítettek egy olyan kellemes eszközt, hogy rákattintva kapsz egy naptárt. Jó, kényelmes. Középső gombbal rákattintva a másik monitorra rakja ki, be kellene állítani a két monitoros rendszerhez. Egy ilyen kis
jegyzetelő, határidő, naptár dolgot kapsz. Ez kényelmes, terminálos, idegen lehet sok embernek, de próbáljátok ki, nézzétek meg a leírását, olvassatok utána. Miért? Mert kényelmes, terminálos és a funkciókat tudja. A jobb eger gomban meg egy kis sugószerűség fog előkerülni. Oksi, hogyan indítasz te programot ebben a rendszerben? A legegyszerűbben úgy, hogyha megnyomod a Windows és D gombot, és előugrik ez a kis sáv, nagyon kényelmes, és beírod, hogy PC, elkezdi itt szépen a PC-vel kezdődő programokat kiválogatni, és odaléptetsz, hogy PC, MAN, FM. Miért? Mert természetesen ez egy fájlkezelő, amivel mi dolgozgatni fogunk. Így gyorsabban megtaláljuk a dolgokat, rákattintunk, hát a másik monitoron nyillott meg, hát ha a másik monitoron nyílik meg, akkor megnyomod a Windows, Shift, és itt leolvasod, hogy egyes munkaasztalon vagyunk, és erre szeretnénk a kijelölt, tehát kijelölöm, oda megyek egérrel, tehát ami fölött az egér van, azt automatikusan kijelöli, és megnyomom az előbb emlegetett Windows Shift 1-es, és átugrik ide, szuper! És ide jövök egérrel, hogy ki legyen jelölve, gyorsan bemanőverezünk hova, a konfigurációs fájlok közé. Érdemes minden konfigurációs fájlt végignézni, van a konfigurációs fájloknak egy gyorsabb, kényelmesebb megnyitási lehetősége is, de most én ezzel szeretném megmutatni. Rákattintasz, és megnyílik a konfigurációs könyvtárad. Első körben nézzük meg az indításért felelős részt. Azaz, ők nagyon ügyesen nem ide, hanem egyel följebb megyünk, az X profilba rakták be az indítós dolgokat. Rákattintasz és megnyitod a Subtext-tel, ez egy kényelmes és jól használható text editor, nagyon jó dolog, hogy bent van, azaz az automatikusan induló programokat ide érdemes elhelyezni. Sok rendszerbe, ebbe is, az alapkonfigurációs fájlba, vagy máshova be tudod irogatni az indítandó autostart programokat, de azt mondják, és én kipróbáltam egy picivel gyorsabb így, azt mondják, hogy gyorsítja a rendszer betöltését, hogyha ebbe a fájlba irogatjuk be az automatikusan induló programokat. Megnézheted, hogy mi az, ami automatikusan indul. Nagyon figyelj arra, hogy a SXHKD-t nehogy kiverd, mert ez fog felelni azért, hogy a gyors billentyűket ez a rendszer korrektül kezelje. Egy kicsit trükköztek nagyon jól ezzel a gondolattal, azaz kihelyezték a gyors billentyűket egy külön programba, amivel szerintem egy picit gyorsabb is, átláthatóbb is, azaz jól megoldották a gyors billentyűzést, ezt ne töröld ki. A set bg-t, ha kiveszed, kiveszed, ez felel a háttérképeknek a készítésért, én ezt kiszoktam venni, én úgyis tudjátok, a nitrogén nevű kis eszközt használom, véleményem szerint nekem az bőven megfelel. Az NPD, ez egy zene lejátszó démon, használod, nem használod, igazából teljesen mindegy, gyakorlatilag előfordulhat természetesen, hogy ez nem tetszik, másikat szeretnél használni, ezeket nem kéne nagyon bántani. A PIKOM, a átlátszóságért, a kompozitálásért felelős dolog, nem kéne piszkálgatni, ez a Comptonnak az utódja, és hát bizony ezt használják manapság mindenhol, hogyha valami beállítást akarsz tenni, akkor már itt le tudod olvasni, hogy a saját könyvtár pöjt config, előbb abba voltunk, de kiléptem belőle, könyvtár, és a PIKOM conf nevű kis konfigurációs fájlba tudsz beleírogatni, van, amikor kell. Értesítő démon, ha ezt használod, tehát az, ami mindenfajta ezt meg azt kirogat majd neked, hogyha valami esemény történik, akkor bent hagyod, vagy nem. A többi, azokhoz nem kéne hozzányúlni. Az X-Rand, aval neked nem kell törődni, ezt már én magam írtam be, hiszen két monitor, két különféle felbontással, ez nyilvánvalóan a disztribútor nem tudhat, hogy az én monitoromon milyen felbontást szeretnék használni, mert nem a natív eredeti teljes felbontást használom, hanem a 720-asat. A Zatura. Na hát, hogyha kétszer elolvastad már azt a fájlt, amit az elején mutattam,
Tudjátok, amivel föl van sorolva sok okosság, öt oldal, elolvastad kétszer, a könyökeden jön ki, hogy minden alkalommal az orrod alá dörzsöli. Amikor elindul a rendszer, akkor bizony kiveszed innét. Nyilvánvalóan, ha a billentyű kombinációkat nem változtatod meg, akkor természetesen a Windows F1-jel elő tudod csalogatni. Hát bizony, én ezt lementem, ezt a rendszert fogom én későbbiekben is használni, tehát minden kis változtatást érdemes lementeni. Oksi! Ide te szépen fel tudod sorolni az indítandó programokat, odafigyelve ugyanúgy, mint például OpenBox alatt az autostart fájba. Ennyi. Tehát nem egy bonyolult dolog. Ami nagyon kényelmes, és egy nagyot ugrok most, nyomjuk meg, nyomd meg, hogyha feltelepítetted a Super, azaz a Windows és itt, és megkapod a billentyű kombinációkat. Azaz nagyon jó dolog volt, hogy abba a programba, amit említettem, az SXHKD-ba kirakták a rendszerhez tartozó összes, majdnem összes billentyű kombinációt, mert ezzel a kis szkripttel, amit ez a billentyű kombináció elindít, ki tudod listázni, igaz angolul van, de hát nyilvánvalóan ennyit tudunk angolul, és hogyha kell, átirogathatod magyarul. Tehát az összes billentyű kombináció kilistázásra kerül. Super! KP, Subtract, húha! Bizony ez mi az össz lehet? Vannak ilyen furcsa elnevezések, a KP-vel kezdődő billentyű kombinációk természetesen a numerikus padodnak a billentyű kombinációját adják meg. Azaz, azokat is be tudod venni a billentyű kombinációkba. Oké, itt végignézheted, és örülsz, hogy van egy olyan sugó, ami, hogyha te megváltoztatod a gyors billentyűt, akkor is jól fog működni. Oké, csukjuk be. Látható, én most a KP subtraktot, a pluszot nyomogattam, most pedig a mínuszját, és összemegy. Ez az ablakkezelőnek, az E3-asnak, meg a többi ilyen ablakkezelőnek a nagy előnye, hogy gyakorlatilag te bármilyen beállításokat, bármilyen ablak összeállításokat tudsz tenni, úgy mozgatod, úgy állogatod, és úgy rendezgeted a billentyűidet, ahogy azok neked kényelmesek, és működni is fognak. Egyszer kell beállítani. Oké, lépjünk is tovább, és nézzük meg a következőnél a fájkezelőbe a Bash RC-t. Tehát az, ami a seledet szabályozza, rákattintunk, jobb egérgombbal kiválasztjuk a kedvenc Sublime Textünket, és látjátok, másik asztalra van kivezényelve az editorok közé, és akkor szépen látható, hát nyilván most én szépen fölnagyítom, ugyanúgy, hogy előbb nem kell megijedni. Ettől lényegesen hosszabb Bash vagy ZSH RC-khez szoktunk, de ők ezt is nagyon fineszesen megoldották, mert ami igazából sok mindent elfoglal, sok helyet elfoglal, és hosszúvá teszi ezeket a shell-t szabályozó eszközöket, azok az aliaszok. Az alias egy ilyen álnév összeállítás, több száz, több tucat, attól függ, hogy milyen rendszert használsz, és mennyire szereted azokat, olyan aliaszokat összehozhatsz, hogy két-három billentyű leütésével, például az up-állal elindíthatod egy hosszú parancsot, majd megnézzük, hogy miről beszéltem, és utána az a up-all beütésével lefrissíti a rendszeredet, azaz ők kirendelték egy külön fájlba. Ennek megvan az az előnye, hogyha te ZSH és Bash között váltogatsz, tehát két shell típust is használsz, akkor egyszer kell megírni ezeket, és ebbe a fájlba lesznek benne a config.config, tehát a saját könyvtáradba a .config per short kut RC-be, illetve az alias RC-be rakosgatták be, és ez a két sor szabályozza azt, hogy hát amikor ő elindítja a Bash-t, akkor hát ide be fogja idézőjelbe exportálni ezeket a gondolatokat. Nagyon-nagyon kényelmes, és ezzel még lehet faragni, hiszen például az változókat is
egy külön fájlba is kihelyezheted, hogyha sok változót használsz. Azaz, megint azt kell mondanom, hogy olyanok készítették ezt a rendszert, akik szeretnek ezzel dolgozni, és értenek is hozzá. Nézzük is meg a következő gondolatot, ami igazából fontos számunkra. Az X-profilt megbeszéltük, a Bash RC-t megbeszéltük, na hát visszamegyünk a kedvenc, ez lesz gyakorlatilag a te olyan könyvtár, amiben sokat fogsz turkálni, Config könyvtárba, és hát megbeszéltük az előbb, hogy van a Shortcut RC-d, illetve az Alias RC-d. Nézzünk is bele az aliasok közé, nagyon sokat irogattak, én bevallom őszintén a felét kiszoktam szedni, én azokat nem használom, azt a funkciókat én máshogy oldom meg. Azaz, nézzünk is vele, megint az editor fülön nyílott meg, asztalon nyílott meg, és látható szépen megnyílott, látható rengeteg aliaszt készítettek, hát például egy olyan aliaszt szeretnék bemutatni, amit az előbb emlegettem, itt van az UPAL, az a jaj, tehát a Our Helpernek a parancsát indítja el, SYU no confirm kapcsolókkal. Azaz beírsz összesen 5 betűt, ennyi helyet. Ezek az aliaszok. Nagyon-nagyon sok aliaszt össze tudsz szerkeszteni, össze tudsz hozni. A végére lapozok és bemutatok egy nagyon aranyos megoldást. Ezt több helyen láttam, és nagyon kényelmes, és ezzel lehet variálni, hogyha valakinek kedve van. Más megoldásokat is, más eszközöket is. Ha beütöd azt, hogy X, és megadsz egy fájl nevet, egy tömörítvény fájl nevét, ő megvizsgálja a kiterjesztését, és kicsomagolja. Azaz gyorsíthatod a munkádat. Oké, kedvenc dolgaim az aliaszok, a gyors villentyűk, hiszen a munkát egyszer elvégezzük, azaz megírunk egy aliaszt, az örökre jó. Az örökre jó, és nem kell vele különösebben hát törődni, hiszen évtizedekig, jó, évenken keresztül magaddal cipelni az aliaszodat, azokat az összeírt dolgokat, amiket tudsz használni. A következő gondolat mi? Hát természetesen gyors villentyűket emlegettem, és azt is emlegettem, természetesen, hogy az bizony az SXHKD-ba paklázták bele, nyilvánvalóan az SXHKD nevű könyvtárra rákattintunk, és megnézzük a konfigurációs fájlt, rákattintok, subtext és editor, nagyon jó. A aktív, tehát ami előugrik, és valami történik ott, ablak, tehát ahol riasztást kapsz, hogy úgy mondjam, az pirossá válik, hogy tudod, hogy hát bizony, hát ott a másikon megnyílott, és látod, hogy az editor fül, az editor asztalnak a hát kijelzése, a panelon az bizony előugrott, hogy az piros. Nézzük is meg, mi van bent. Itt találod meg a gyors billentyűket. Az előbb bemutatott Super E billentyű kombinációval előcsalogatható sugód, ebből szedegeti ki, itt szabályozod a dolgokat, Super I. Super I az I3 case, SH-t hívja meg. Azaz ebből futtattunk egy olyan scriptet, ami valami funkciót ellát. Ami igazából lényeges, nem fogok kitérni mindenre, ezt érdemes megnézni, a Super D, illetve a Super Shift D kombinációt. Kétféle próbált ki, kétféle gyorsindító eszközt, hát ilyen kis gyors menüt, vagy start menüszerűséget fog előhozni. A Super D az előbb látható, annyit a fájlkezelőt indítottam, ilyen egyszerűbb, a Super Shift D pedig egy összetettebb, szebb ikonokkal ellátott start menüszerűséget fog előhozni. Super, nem? Nem kell neked itt különböző ilyen-olyan gyors menüt összeszedni, J-menü, akármilyen egyéb menü, vagy Upfinder, vagy egyébet belerakosgatni, már elkészítették, és ez azért kényelmes, mert ezek egyszerű, picike kis programocskák, amit egy kicsit faragtak szín szerint, hogy hát ki is nézzen valami, meg hát az ikont is tegye elé, meg egyéb, és nem egy a pici programhoz képest nagyobb méretű,
helyfoglaló eszközök. A következő gondolat az, hogy hát nyilván a Super P-vel elindítod a Petsman FM-et, az előbb elindíthattam volna úgyis, hogy megnyomom a Super, ez a Windows leánykori neve, és akkor elindul. A következő dolog, ami érdekes lehet, a Super Shift-tel a Subl 3-as, tehát az előbb látható editort, amit itt látsz, azt tudod elindítani. Érdekes, jegyezd meg, természetesen volt róla szó, a Super E billentyű kombinációt, Super és I, az E3 Case SH-t indítja el, ez hívja elő a sugarat. A másik, ami fontos lesz, szerintem ezt sokszor fogod használni, a Super Plus Escape, ESC föliratot fönt a bal felső sarokba lévő kis különálló billentyű lenyomásával a SXHKD újraindul. Tehát, hogyha itt szerkesztesz, lemented, én az elején el szoktam felejteni, és nem értettem, hogy miért nem megy, akkor lemented és megnyomod a Supert, Windows Escape-et, akkor már élő lesz az új billentyű kombináció. A másik gondolat, erre majd ki fogok ott térni, bele fogunk ezekben nézni, hogy vannak ilyen nem mindennapi ismeretlen nevű dolgok, hogy D-menü record, live SH. Na hát ez a magyarásnak egy specifikációja, hogy videórögzítést, live, tehát élő közvetítést, hangrögzítést, egyebet skriptesítettek. Nyilvánvalóan azt a skriptet át kell nézni, hogy nálad jól működik-e, de általában jól szokott működni, azaz ha megnyomod a Super KP Home, tehát a numerikus billentyű Home-ot, akkor természetesen egy D-menü record nevű akármi elő fog ugrani, és az neked működni fog, tehát fölajánl egy pár rögzítési formát, kiválasztod, és akkor akár egy videót rögzíthetsz, akár egy hanganyagot rögzíthetsz, tehát gyorsan, különálló rögzítő program nélkül az FFmpeg segítségével rögzíteni tudsz a képernyőn. Ez nagyon kellemes dolog, hogy nem kell egy nagy programot felrakni, ahhoz, hogy mondjuk egy 5 perces videót, vagy akárhány perces videót elkészíts. Szuper, igaz? Szuper, meg a többi egyéb akármi programocskák is, amire ránézünk. Utána mehetünk tovább. Funkció K. Hát a funkció eszközöket mutatja be, van a Zahutra, és megnyitja azt a PDF-et, amit vizsgálgattunk. A Select Display elindít egy olyan képernyő, monitor, váltogató eszközt, amit én nem szeretek használni, nem szoktam meg, de hát nyilvánvalóan, aki szereti, használja nyugodtan, illetve egy érdekesség, és ezt érdemes ki is próbálni, ez a Super F7. És el is indul, mindjárt el fog indulni, meglátjátok mi ez. Beletekerek, hogy lássatok is valamit. Ez az a bemutató videó, amiben a készítő bemutatja az i3-as tulajdonságait. Ezt én becsukom, és mit látunk itt? Azt, hogy Super F7, na hát ezt nyomtuk meg, MPV, egy lejátszó kis program, Super meghívja ezzel a méretezéssel ezt a YouTube videót. Azaz készültek a készítők egy olyannal, hogy van egy írásos anyag, készítettek egy scriptet arra, hogy a funkciókéjeket, tehát a billentyű kombinációkat Super plus E-vel elő tud hívni, plusz egy kis videót is készítettek erről az i3-as rendszerről. Ezeket használjátok ki, jó? Csak azért mondom, mert van, és használjátok. Észrevehettétek, hogy egy nagy ugrást tettem, és bizony, mit hagytam ki? A Super F2-t. Super F2, nézzük meg, mit csinál, hogy mi ez a furcsa AdConf SH. Lenyomjuk, és van egy kiválasztó menü. Edit a config file. Hát, editálni lehet az alábbi config fájlokat, leföl nyilacskával tudsz lépkedni, az i3-as config profile file VFM, ez egy fájlkezelő, érdemes megnézni, de azért jobb, hogyha kétszer elolvasod a leírását, mert nem egy kezdőnek való, de nagyon kényelmesen használható eszköz, az i3 blocks, ezeknek a szabályzó fájl része, a kilépés, természetesen kilépsz a menüből, oké. Gyakorlatilag ezzel mindig egy billentyű kombinációval
a releváns, a főbb releváns konfigurációs fájlokat el tudod kezdeni szerkeszteni. Én mindenkinek azt ajánlom, hogy menjen föl a blogomba, keresse meg azt a cikket, a videóhoz tartozó cikkebe be fogom linkelni, ahol én ezt a scriptet, amiről beszélünk, kiegészítettem, azzal, hogy legyen egy mentési funkciója is, és így kiegészítve, bár alapfunkcióba is teljesen tökéletes, egy mentést fog neked tenni a szerkesztett fájl szerkesztése előtt, és akkor vissza tudsz lépni, hogy a következő gondolat, ezek már ettől a vonaltól lefele a funkció billentyűk. A használatuk nagyon egyszerű ezeknek. Van egy szuper, shift és egy betű. Általában ezeket a kombinációkat használják, hogy ne ütközön egy programban lévő gyors billentyűvel. Mi az, hogy szuper plusz R? A szuper plusz R lenyomásával az első tagot hívja meg, azaz elindítja a VFM eszközt. Ez egy olyan fájlkezelő, ami terminálos, nagyon jó pofa, hozzáteszem, nagyon jól használható, de igazából nem kezdőknek való, de érdemes megtanulni. A Super Shift R a második tagot hívja meg, második parancsot fogja végrehajtani, az I3MSG Restart, azaz annyit fog ezt tenni neked, hogy újraindítja az I3-asodat, hogyha valami beállítást tettél, mindjárt megmutatom ezeket, hol kell válogatni, és akkor újraindítja annélkül, hogy ki kellene lépni és vissza. Ezeket a funkcióbillentyűket érdemes, hát hogy is mondjam, kijegyzetelni. A következő, nem fogok végigmenni mindegyiken, hiszen ki vannak szépen kommentelve, igaz angolul, de ki vannak super space lenyomásával a fókuszt tudod változtatni, illetve a super shift space-szel lebegővé tudod tenni az ablakodat, az aktív ablakodat. A következő, ami lényeg, itt tudod az ablaknak a minőségét, a mienségét állítani, ki kell próbálni. Super STE. Ez lesz az a billentyű kombináció, amit te nagyon sokat fogod használni, hiszen STE egymásra rakva, fölül vannak a címsorok, és arra lépsz, amire akarsz, a másik a kedvencem, amit emlegetem, így váltogatod, és természetesen az E, az vagy vízszintes, vagy függőleges eloszlású ablakokat, a hagyományos csempézős ablakokat fogja számodra hozogatni. Na hát, oké, ezt megnéztük, nézzünk egy másik beállítást, mi a másik beállítás, amit meg szeretnék nektek mutatni. Kinagyítom, például nézzük meg azt, ami magát a rendszert, az E3-ast fogja vezényelni, E3-as ConfigFly, ez egy rövidebb konfigurációs fáj, miért? Mert ezeket átrakosgatták a benne lévő gyors billentyűt az előbb látott eszközbe. Hol lehet? Hát az editorok között van, hát az jól megpirosodott, és láttuk. Nézzük is meg. Xeon CPU rakta össze ezt a konfigurációs fájt. Érdemes végignézni a gaps, a környéken lévő, tehát alul-felül körbe lévő réseket szabályozza. Nézzétek meg, 10 asztalt készített el, 10 asztalt kényelmesen lehet ezzel használni. A asztaloknak van egy száma, van egy neve, és van egy ikonja. Szuper, nem? A következő bejegyzés megadja azt, hogy mód 1, mód 2, mód 3, arra az asztalra lépsz, hogyha megnyomod a mód, hát na itt a mód, a Windows billentyű, mód, és átlépek az 1-esre, átléptem az 1-esre, itt látom, hogy ez a 3-as, átlépek a 3-asra, a 2-es a másik monitoron van. Asztalok mozgatása, azaz, hogyha egy programot ki szeretnél jelölni, illetve egy programot kijelölsz, és át szeretnéd mondjuk ezt a szerkesztő programot az 1-es asztalodra tenni, akkor megnyomod mit? A mód, hát ez a Windows, a Shift plusz az 1-es, az 1-esre akarjuk tenni, és át is tettük,
és itt van az egyes asztalon, előbb az editorok között volt, és hát bizony átkerült az egyese. Szuper, nem? Egyszerű. Nehogy valaki azt mondja, hogy jó, bonyolultnak néz ki, de a beállítgatása annyira szét van dokumentálva, az E3 VM-re keressetek rá, ott szét van dokumentálva, hogy minden kifejezetten így is indít az oldal, hogy ők olyan kódsort szerettek volna, olyan ablakkezelőt, ami nem csak funkcióban jó, hanem dokumentációban is. Szóval nem csak egy jó ablakkezelőt kaptál, amivel majdnem mindent meg tudsz csinálni, egy kis fantáziával még annál többet is, hanem egy nagyon-nagyon jól összeírt, szóról szóra, lépésről lépésre ledokumentált rendszert, amiben mindent meg fogsz találni. Hát a következő már egy kicsit bonyolultabb beállítás. Ha itt megnyomod a Mod Z-t, azaz a Windows Z-t, akkor ide kírja, hogy Resize méretezés. És akkor az LKJH. LKJH mozgatásával, nyomkodásával beállított pixel mennyiséggel tudsz lépkedni. Ha éppen neked nem szimpatikus a betű kombináció, akkor itt elmondja neked, hogy bizony a nyilacskák nyomkodásával is, szerintem logikusabb, kényelmesebb, a nyilacskák nyomkodásával is tudod az ablakméretet változtatni, és hogyha meguntad ezt a funkciót, akkor vagy megnyomod a Return Enter gombot, Escape, bal oldalt fent a sarokba Escape-et, vagy egyéb gombot, a Mod Z-t, és akkor az alapbeállítása visszaállsz, és utána hiába nyomkodod az ide-oda gombot, a föl-le oldalt nyilacskákat, a kurzor, azaz az alap default állásba állt vissza a billentyűzeted. Szuper! Szuper! Ennyi! Nézzünk egy-két érdekesebb dolgot még meg, de csak röviden. Az i3-as beállítását megnéztük, elég kényelmes, átlátható, jól dokumentált. Menjetek fel a honlapjukra, nézzétek meg az összes leírást, ezt sokszor hangsúlyozom, de vegyük figyelembe, ezek már olyan inkább profiknak, félprofiknak, haladóknak való eszközök. Ez nem egy KDE vagy egy GNOME, ami viszonylag nagyon jól hasonlít a Windowsra, hanem azért itt sok mindent kell személyre szabni, beállogatni, átnézni, pontosítani, megtanulni, hiszen egészen más elvek alapján készítették ezeket a rendszereket. Oké. Itt a felül látható i-blokkokat nézzük is meg, hol található. Nem fogok nagyon kitérni rá, természetesen i3 blokkok, a konfigurációs eszköz itt van, itt lehet beállítani azokat, amire neked szükséged van. Menjünk is tovább, igazából panel beállítása egy külön beszélgetést megérne, lehet, hogy a későbbiek folyamán készítünk is egyet. Oké, lépünk is egy szinttel följebb, bementünk a Laci, tehát a saját könyvtáromba, és a lokál elnevezésű, tehát helyi pont lokál feliratú könyvtárba belépünk, ott van bin és egy sáre feliratú, a binbe fogunk belépni. Ami fontos, első körben a státuszbár eszköz könyvtárba fogunk belépni, és itt lehet megtalálni ezeket az eszközöket, ezeket a blokkokat, amiket a blokkba szépen felsorolunk, és ott bizony jelenjenek meg. Mik ezek? Semmi különlegesség nincs bennük. Ez nem igaz, természetesen kezdőkorban azért, hát ezek nem igazán olyan egyszerűek, de ezek sima, egyszerű szkriptek. Nézzük is meg a clock, hát az idő beállításért felel, ezért a rendszerért felel, CPU, Szent Isten, itt van, hogy CPU, és neked, Laci, itt semmi a CPU-val kapcsolatos dolog nincs, batteri elemmel kapcsolatos sincs, hiszen az természetesen ez egy asztali gép, itt annak nincs is értelme, nincs CPU kijelzésed. Mi lehet itt a hiba? Szörnyűség van, megmondom, mi a hiba, és ezért mondtam, hogy mindennek utána kell nézni. Nézzünk is bele, subtextbe belenézzünk, és bizony megnézzük, hogy bizony itt olyasmit szeretne keresni, hogy szenzor,
Pipe of Core 0. Ilyen nekem nincs. Az én CPU elnevezésem a Sensors eszközzel le lehet hívni, lefuttatod a Sensors nevű eszközt, egy kis parancsocska, az hát bizony ő nem fog abba a listába ilyet találni, hogy Core 0, hanem egy egészen más elnevezésű dolog lesz benne, ezért bizony kénytelenek vagyunk átírni. Azaz, hogyha valami blokk vagy script nem működik, akkor nem pánikolni kell, és ahogy nagyon elterjedt a distribútort szidni, természetesen nem őt kell szidni, hanem megnézni, hogy miért nem működik. Nála a mag úgy van elnevezve, hogy Core 0, hát ez nem ő nevezte, hanem a szenzor így olvassa ki a gépből, és ő lekérdezi a 3-as beállítást, 3-as oszlopot, és bizony ide ki kéne írnia. Hát nyilvánvalóan, akinek nem Core 0 az elnevezés, annál bizony ez nem tudja kiolvasni. Ő kénytelen lefuttatni a szenzor programot, kiolvasni, megnézni, írtam róla egy cikket, megnézni, hogy hol és milyen néven találja meg azt az adatot, amit kell, és egy kicsit forogni ezen a scripten, azaz nem kell pánikolni rögvest, hogy rossz az egész, csak lehet, hogy a rendszerek igencsak el tudnak térni. Hát a számítógépes rendszerek nem olyanok, mint a Macintosh, hogy egyfajta, kétfajta, háromfajta hardware-re megírnak egy programot, és az tuti fix, hogy működik, itt bizony előfordulhat ilyen kisebb eltérés a rendszerek között. De mi nem pánikolunk, hanem meg szoktuk oldani. Mi a következő gondolat? Jó, megnézzük a blokkokat, igazából ide sok mindent föl lehet tenni, az interneten 101 millió eszköz előre megírtak, csak be kell másolni, egy kicsit faragni rajta, ha szeretnéd az egészet telerakosgathatod ilyen indikátorral. Hát mi a következő? Nézzük meg a CMDS, tehát valami Commandok nevű kis könyvtár, és itt lehet megtalálni azokat a scripteket, már nevezzük nevén őket, scripteket, amire én hivatkoztam a beállításoknál, hogy gyors billentyűk, ezeket hívják meg. Nézzük is meg, amit érdemes megnézni és belenézni, és a hozzátartozó gyors billentyűvel kipróbálni, és természetesen, hogyha valamit igazítani kell rajta, mert neked nem úgy kényelmes, nem úgy szeretnéd, és egyéb, akkor bizony ezekben belenézel, átírod, és akkor úgy működik, ahogy kell. Ami nagyon kényelmes ebbe a rendszerbe, hogy nem úgy vannak a pluginok, hogy kapsz egy-két plugint, és az nem félsz hozzá a forráskódjához, valami furcsa programnyelven vannak, ezek sima shell, vagy Python, vagy egyéb nyelven megírt, nagyon egyszerű kis szkriptecskék. Nézzük is meg azt, amit emlegettem, a felvevő, egyéb hangrögzítő szkriptet, amit meg tudsz megfelelő billentyű kombinációval hívni. Annak valami olyan record nevű eszköz volt, D menü record, természetesen a D menü azt jelenti, hogy a D menün keresztül fog ez veled kommunikálni, hogy ki is nézzen valahogy, és egyértelműen rekord felvétel. Na hát bele is nézünk. Mi az, hogy belenézünk? Megnyitjuk sima szövegszerkesztővel, odaugrunk, ahova kell, és látható, egyértelműen kikommentelt, egyszerű scriptekről beszélünk, ami miatt nekem ez a dolog nagyon megtetszett. Itt van a videó rögzítő script rész. Ezt érdemes átnézni, nem-e biztos, hogy pontosan így kényelmes neked, nekem a méret beállítása nem ideális, de azon faragni fogok, át fogom állítani, nekem mind a két monitort felveszi ezzel a beállítással, nem nyerő. Tehát egyértelmű, sima scriptekről beszélünk, nézzük meg, audio felvétel, beleteszi a home, zenék, audio, és dátum, ebbe a formátumba, AAC formátumba, a könyvtárba a kész fájt és AAC kódolással fog elkészülni. Nyilván, hogyha neked MP3-as az életed vágya, azzal is elkészítheted, és az alzának, a hangrendszernek a default alapbeállítású eszközén fogja keresni. Ha nem működik, akkor nyilvánvalóan megnézed, nekem több hangbemenetem van, és
nem egyértelmű, hogy a defo az alapbeállítás ez a mikrofon, ezen egy kicsit faragunk, és működni fog, azaz nem kell megijedni tőle, ha nem működik, bele kell nézni a scriptbe, ez az előnye ennek a rendszernek, hogy scripteket kapsz gyakorlatilag, és nem egy bonyolult, igazából kezdőnek átláthatatlan eszközt, hanem sima parancsori dolgokat egy szövegfájba beállogatva, és nagyon szépen fognak ezek működni, és te is hozzá tudsz nyúlni. Természetesen utána kell olvasni, hogy az F kapcsoló, azaz FFmpegnek milyen beállítását jelenti, tehát ezt nyilván a leírásokban meg fogod találni. Arra figyelj, hogy mindig legyen egy mentésed az eredetéről, állogatsz rajta, és kész, látható. És meg is nézhetjük egyébként a billentyű kombináció nélkül is a scripteket, azaz, hogyha ezt a scriptet meg szeretnénk nézni, és akkor el is indíthatjuk, rákattintunk kétszer, és végrehajtást válaszok, és megjelent az a válasz, az a D menüvel kapcsolatos dolog, és a jobbra-balra nyilacskával kiválasztod, amit szeretnél, audiót, videót, vagy egyéb felvétel, vagy sugárzási lehetőség, közzétételi lehetőséget kiválasztod, enter, és működni fog. Nagyon-nagyon egyszerű és átlátható dolog. A többibe is bele kell nézni, a D menü mond, azaz megnézzük, hogy mit csinál, megnyitás és végrehajtás. Hát bizony felmuntója, felcsatoltathatsz vele különböző Winchestereket, SSD-ket, akármit. Kényelmes, egy scripten keresztül egy billentyű kombináció is van ez. Rendelve, ha érdekel, nézd meg a megfelelő fájlba. Ugye már tudod, hol van, és utána jó egészséggel tudod használni, ha szükséged van rá. Szuper! Igen, szuper és kényelmes. Összefoglalva, egy nagyon kényelmesen használható, szépen összerakott rendszert kaptál. Átnéztünk pár beállítást, ami úgy érdekesebb, és az volt a célom, hogy átérezd, ezek gyakorlatilag szövegfájlok, amit mindenki tud egy picike kis utána olvasással, utána nézéssel az E3-as beállításról, SXHKD-nak a beállításáról, sok cikket írtam a blogomba, érdemes elolvasni őket, és utána egy kellemesen használható eszközt kapsz. Könnyű súlyú, értelmezhetően dolgozó, tehát szerintem jól átlátható, hogyha rákattintasz egy nem lebegő ablakra, de a lebegő ablakot elteszem, mert zavar, akkor rákattintasz, megnyomod a Windows F-et, kinagyítja teljesen, visszanyomod a Windows F-et, akkor összemegy, másikra kattintasz, kijelölöd, oda viszed fölé az egeret, akkor azt tudod kinagyítani, és hogyha éppen olyanod van, megnyomod a Windows T betűt, és akkor szépen ilyen fülecskés ablak beállításokat kapsz. Szuper! Szerintem egy kényelmes, jól használható, funkcióbillentyű, gyors billentyű összeállításában kényelmes, rendszert sikerült a magyar ácsosoknak összerakni. Vegyétek figyelembe azt is, hogyha megtanuljátok itt ezt a billentyűkiosztást, ezeket a gyors billentyűket, akkor nagy részt, nem tudom hány százalékba, nagyon nagy százalékba, a többi magyar ács verzióba is tudod használni. Miért? Mert hangsúlyt fektettek arra, hogy a többi általuk bekonfigurált asztalkezelő rendszerbe bizony ott legyen, ugyanott legyen ugyanaz a funkció billentyű, hát ahol értelmezhető ugyanaz a funkció, és ne legyen gond a váltás. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok, mindenkinek jó E3 magyar ács kísérletezést kívánok!